Hurrá, kedves naplunk! Képzeld, a papával és anyikával megyünk a Niagara vízleeséshez, mert a papa elfáradt a sok ügy iratokba, és anyika nem heverte még ki a légbalonyt. Mindjárt elújságoltam Fifinek a jó hírt, de sajnos elkezdett könyörögni, hogy őt is vigyem el, szeretné látni, milyen az a híres Niagara vízleesés. Most mit csináljak? Sólyomszem azt mondta, ő úgy tudja vonatra tilos kutyát vinni. De nagyszerűen kitaláltam, hogy ilyenkor mit is kell csinálni. Gyorsan odakötöttem Fifit az express vonathoz, amíg anyikáék felszálltak. Maradj csendben, és viselkedj rendesen, mondtam neki. Éppen el is indult a vonat. Akkor, amikor anyika isztérikázott, hogy hol a fenébe voltam, már azt hitték, lemaradtam. Ó, nem, mondtam. Csak odakötöttem Fifit az expresshez, mert velünk akar jönni. Anyukám elkezdett kiabálni, hogy állítsák meg a vonatot! A vonat hirtelen megállt, a sok csomag meg leesett a népek fejére. Nagy kravál lett. A kalajúz megkérdezte. Mi történt? Ki húzta meg a vészféket? Anyika mondta a Fifit, a kalauz meg csak pislogott, mint hal a szatyorban. Az itt te rosszul hal. Azt mondta, asszonyom, itt nincs kutya, csak egy madzag, és ez magának nagyon sokba fog kerülni. Sokat sírtam, mert elképzeltem, mennyit kell Fifinek gyalogolni a Niagaráig. Hanem hát éjjel szomjas lettem. És kislisszoltam az ágyamból, óvatosan, mint egy kisegér. Akkor, amikor visszafeküdtem az ágyamba, hát olyan egy visétozás, segítség, egy férfi! És kiugrott az ágyból egy kövér nő személy. A kalajúz ott termett, és úgy megrázott, mint egy kabátot, és csúnya hallani, mikor a felnőttek káromkodnak, a mérgesek. Mert kiderült, a nő személy ágyába másztam a sötétbe véletlenül. Hanem hát hiányoznak a kellő szavak, kedves naplóm, hogy milyen a Niagara, milyen nagy méretek, és az a nagy zaj, és valaki átmegy felette kötéltáncolni. Azt mondja a papa, ez egy francia, biztos nem normális, és lepihentek anyikával. Én pedig elszaladtam megnézni a természet szépségeit, és kipróbálni az új karikámat. Akkor, mikor egy nagy visítás... Hát a vízben fulladozik valami kutya, olyan, mint a Fifi. Ugrottam is, hogy megmentsem. Szerencse, volt egy csónak éppen, egy finom hölgy sikétozott miatta. Az övé volt a mopszli. De megmentettem! Akkor a vér megfagyott bennem, úgy sodort a víz a vízleesés felé. Kedves naplóm, a francia apró baka meg már csinálta a produkcióját, de én nem láttam. Nem hinnéd, hogy tud rohanni a Niagarába a víz. Mondták, hogy éppen palacsintát sütött a francia, de már nem tudtam megkenni lekvárral, mert észrevett minket a csónakban. És ekkor jött az én csodálatos megmenekülésem. Kiáltott, hogy kössem a kötelet a derekamra! És kedves naplóm,
Nem sok ifjú dicsekedhetik ilyen kalanddal, átsétálni az óriás vízleesés felett. Micsoda jelenet! Hát... A parton, meg a tömeg, hurrá! Meg éljen! Anyikám elájult, mikor mindezt megtudta. A papa elfenekelt, de megbocsájtott, mert kiderült, hogy a hölgy kutyájáért volt az egész, aki azt mondta, bátor fiú, és lehet, hogy olyan világhírű lesz, mint a francia. Erre a papa is jóságos lett, plusz megenyhült. Na de itt le is ereztem a függönyt. Mégsem volt szép dolog a papától az elfenekelés. De hát ilyenek a hálátlan szülők. Anyikának volt még éjjel egy pár ájulási rohama. De a legnagyobb baj, hogy elvesztettem Fifit, és az új zsebkésemet sose találom meg, mert a víz ott olyan mély. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjuk!